A nyári nagy melegben, kánikulában nincs is jobb, mint a hűsítő vízben tengetni időnk nagy részét a strandolás közben. Ilyenkor azonban javarészt értékeink őrizetlenül maradnak. Gyakran elkövetjük azt a hibát, hogy egy csomó fölösleges dolgot viszünk magunkkal. A strandon ugye nincsenek ezek a dolgok biztonságban, ahhoz, hogy a pléddel csak ezt letakarjuk, ez nyilván nem jelent védelmet. Sok helyen találhatók már ilyen széfek a bejárat mellett, pici értékmegőrzők, ahova az értékesebb dolgainkat szerintem ajánlatos berakni. Működött még régebben az a módszer, hogy megkérjük a szomszéd pléden napozott, hogy esetleg figyeljen az értékeinkre, de ez manapság már nem jó módszer. Tehát ha a strandon, fürdőben lehetőség van rá, mindenféleképpen használjanak széfet az értékes dolgaiknak. A merészebbek sokszor csak a plédjük alá rakják telefonjukat, pénzüket, ékszereiket, vagy ott hagyják a napágyon, törölközővel lefedve táskáikat. Nem érdemes a bátrabbak által használt módszert követni, hiszen mindig lehet hallani strandon történt lopásokról. Csak azt vigyük magunkkal, amire ott tényleg szükségünk van, és csak annyi készpénzt, amit ott elhasználunk, bankkártyát fölösleges odavinni, mert nyilván azt nem nagyon tudjuk használni, használjuk az értékmegőrzőket. Ha kint hagyjuk az autóba, a parkolóba a cuccainkat, amit nem akarjuk bevinni, azt is ajánlatos elrejteni, letakarni, de legjobb a csomagtartóba elhelyezni, mert alkalom szüli a tolvajt, ha meglátja az elkövető, vagy aki ilyen szándékkal érkezik, hogy bármi értéket ott hagytunk látható helyen, akkor bizony nem fog tétlenkedni, és be fogja törni az autónk ablakát. Ami bosszúságot jelent, mert meg kell javítatni, a másik meg, hogy amit ellopott, azt valahogyan pótolnunk kell. Azokon a strandokon, vízpartokon, ahol nincs lehetőség értékeinket elzárni, érdemes minél kevesebb pénzt, valamint értéket magával vinni a fürdőzőnek, hiszen így zárhatja ki legkönnyebben annak az esélyét, hogy meglopják, illetve kellemetlen szituációba kerüljön. Ne adjunk esélyt arra, hogy a bűnözők ezt észrevegyék és kihasználják a kínálkozó alkalmat.